Csík János népzenész és előadó művész, hosszú évek óta dolgozik együtt Őze Áron színművésszel. Együttműködésük eredményeként néhány évvel ezelőtt született meg az Adagio című rendhagyó zenés irodalmi estjük, amelyet Balogh Kálmán cimbalom művésszel és Dress Mihály szaxofon művésszel közösen állítottak színpadra. Ennek sikere alapján született az Adi életműből készített 100 titok kavarok című előadás, melyben a magyar népzene, a klasszikus zene, a magyar jazz muzsika és a vers sajátos egymásba fonódása jelenik meg a színpadon. Az új zenés irodalmi estet kedden 19 órától láthatták az érdeklődők a Híres Agora kulturális központban. A megvalósításban közreműködött Aux Éva színművész énekesnő, Bognár András, Vizeli Máté népzenészek, a Budapesti Kamarazenei Műhely és Gellin Péter néptáncos.